Már hagyomány, hogy minden évben olvasnivalót kínálnak a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár dolgozói a Sóstó Gyógyfürdők ZRT vendégeinek. A 60-as évektől minden nyáron biztosították ezt a kikapcsolódási lehetőséget a fürdőzőknek, majd hosszabb szünet után 2012-ben indult újra a szolgáltatás. Fontos, hogy olvasóbarát szemléletként nyissunk a látogatók és olvasók felé, és ilyen kulturális intézményként jelenjünk meg a városban, és természetesen ehhez együttműködő partnerek szükségesek, a Sóstó Gyógyfürdő ZRT segítségével valósulhatott meg, hogy idén is kitelepültünk egy körülbelül 300 kötetes, könnyed, szépirodalmi kötetekkel, könyvekkel és friss magazinokkal, napilapokkal. A strandkönyvtár az öltözők mellett minden munkanap 10 és 18 óra között fogadja az olvasókat egészen július 30-áig. A kölcsönzés ingyenes, mindössze egy regisztráció szükséges az olvasáshoz. A vendégek a könyv, illetve a folyóirat kölcsönzést plusz szolgáltatásként vehetik igénybe. Teljesen jó kezdeményezés, hiszen nagyon sokszor ugye, amikor az ember jön a strandra, akkor mi van? A gyerek megvan-e, a hűtőtáska megvan-e, a buszjegy megvan-e, pénz hova tesszük, telefon, stb. És amikor kijön, akkor jön rá, hogy napozna és olvasgatna, csak éppenséggel nem hozott magával semmit. Hát ezen a problémán tud orvosolni és segíteni nagyon sokat ez a szolgáltatás. Egy igazán jó dolog, és hát az elmúlt évek tapasztalatai alapján még helyek közel vissza is hozzák a könyveket a vendégek, akik olvasgatni szeretnének. Ez nagyon jó, mert tartalmasan tudják eltölteni az időt. Ha esetleg van egy kisebb eső, akkor behúzódnak az élményfürdőbe, ott is tudnak pihenni, a medencébe is tudnak akár olvasgatni. A könyvtár munkatársai gondoltak a külföldi vendégekre is, hiszen idegen nyelvű kiadványok közül is választhatnak azok, akik olvasással szeretnék idejük egy részét eltölteni a strandon.